Pregicer Fruzsina színművészi pályáját a Nemzeti Színházban kezdte, majd 1990-ben a Móricz Zsigmond Színházhoz szerződött Nyíregyházára, ahol jelenleg is a társulat meghatározó, karizmatikus művésze. Színészi pályája során a Domjánedit és Jászai Mari díj mellett számos szakmai elismerésben részesült. 2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották, 2022-ben pedig értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország érdemes művészedíjban részesült. A színésznő számára a művészet és a hivatástudat nem állt meg a kőszínház falainál. Tájelőadások százait vitte és viszi a mai napig töretlenül határon innen és túlra, legyen az önálló est, vagy épp zenés vers színház. Én úgy gondolom, hogy ezek a kitüntetések, pláne itt a, elnézést kérek, a távol-keleti régiójában, az országban, itt az emberek is kapják, mint amikor megállít a nagybetűs néző a piacon, vagy nem is tudom már hol, és azt mondja, tudja, Fruzsina, ezt nem csak maga kapta, egy kicsit mi is kaptuk. Tehát én így tudom értelmezni ezt a kitüntetést. Színművész, versmondó, rendező, művészeti akadémiai tag, és emellett beszédművelést is tanít. Pregicer Fruzsina kameránknak elmondta, a művész életét az állandó kíváncsiság és tanulás vágyhatja át. Kíváncsi ember vagyok, és amikor néha azt érzem, hogy szétfeszít az energia, és hogyha nincs elég, nem használom eléggé ki magamat a színházi feladatok keretén belül, akkor keresek másik dimenziót, vagy más területet, ahol ezeket kiadhatom magamból. Volt egy időszak, amikor nem terhelt annyira meg a színház feladatokkal, akkor szereztem még egy diplomát. Tehát ilyenkor az ember, tehát én ilyen vagyok, és még mindig vannak álmaim és elképzeléseim, hogy még hogyan képzem magam, mert ezt minden növendékemnek is, és minden fiatalnak ezt tudom továbbadni, hogy amíg élünk, tanuljunk, és legyünk kíváncsiak egyrészt saját magunkra és a világra. Mert annyi minden, ahogy Ady Endre mondja, hogy bennünk nagyságos erők várnak, hogy életre ébredjenek. Tehát ott vannak az erők, csak fel kell őket fedezni. Pregicer Fruzsinát színészként legutóbb a Kurázsi Mama és Gyermekei című előadás főszerepében láthatta a közönség a Móricz Zsigmond Színházban. Emellett az ő rendezésében mutatták be ugyanitt az Alszanak a halak című monodrámát.